ne baj van. Nem csak ez a baj, hogy részes. Mindenkit megvárodik a magyar, te maga is. Városunk képviselői ismét ülésre gyűltek össze a héten. Egyetlen napi rendi ponttal kapcsolatban viszont az elég sok érzelmet váltott ki, oly mértékig, hogy még szünetet is kellett tartani a tárgyalások közben. Igen, valóban a gázmotorral kapcsolatos részletfizetésről kellett dönteni a képviselőtestületnek, pontosabban arról, hogy a önkormányzat a általunk teljesen jogtalannak tartott és túlzottnak tartott büntetést az önkormányzatnak ugye vissza kell fizetni a pályázati projekt teljes egész finanszírozását, úgyhogy egyébként a projekt teljesen kész van és működik is, hogy mi jogi úton is elindultunk azzal kapcsolatosan, hogy bebizonyítsuk, hogy a városnak van igaza, és ezt a projektet ilyen módon, ilyen feltételekkel és ilyen mértékben visszavonni az irányítóhatóságnak szerintünk nincs joga és nincs lehetősége. Tehát ezt a jogi utat, ezt járjuk, ezt elindítottuk. A másik pedig az, hogy ugye ettől függetlenül nekünk meg kellett tennünk azt a lépést, hogy ha már egyelőre el van rendelve ez a visszafizetési kötelezettség, akkor a város terhelhetőségét figyelembe véve, úgy, hogy ne menjen tönkre a város, és ne kerüljön még csak véletlenül csődközeli helyzetbe, illetve hogy normális élet folyhasson a városba, megkértük a részletfizetési engedményt. Hát ugye szakmai szinten meg is kaptuk, úgy, ahogy jogszabályilag, törvényileg elő van írva, határidővel, határidőn belül beterjesztettük a képviselőtestületet kétszer is. A képviselőtestület egy része úgy döntött, hogy elmagyarázza egyébként a lakosoknak, hogy egy joghatályt ki nem váltó második döntése az irányító hatóságnak, amely minden ügyvéd szerint, akit megkérdeztünk, egyszerűen nem joghatályos, mert nem lehetett volna az irányítóhatóságnak ezt kiadni, hogy az abban meghatározott, egyébként Balmazújváros számára rendkívül rossz konstrukció, az a jó. Mert ha nem azt csináljuk, akkor nem megy tönkre a város. Ha azt csináljuk, akkor igen. Tehát vannak egyes képviselők, akiknek semmi más nem drága, csak a város menjen tönkre. Na most ezzel kapcsolatosan nagyon sok kérdés fölmerült, ezek a kérdések igazából még mindig a múltból származnak, még mindig körbe magyaráznak dolgokat, és még mindig nem arról kérdeztek, hogy ettől jobb feltételt esetleg nem tudtunk volna, mondjuk, hogy még kevesebbet, még hosszabb időre. Nem, azt sugallták ezek a kérdések, hogy nem, minél rövidebb idő alatt az összeset visszafizetni. Tehát nem baj az, ha mindenhonnan elveszük a pénzt, nem baj az. Nem baj az, ha nem lesz bérfejlesztés, nem baj az, hogyha nem lesz óvodafelújítás, nem baj, semmi, fizessük vissza. Nonsense. Tehát semmi gazdasági, még az, hogy gazdasági megfontolás, de semmi város érdeket képviselő megfontolást nem láttunk az újra tartózkodással szavazó képviselőktől. Alapvetően a képviselőnek nem a jogászkodás a feladata, hanem optimális megoldásokat találni a lehetőségek közül. Igaz? Pontosan így van. Ez nem egy felkérdezés volt, hiszen én már számtalanszor elmondtam, hogy bocsánat, de amikor egy képviselő, akinek sem végzettsége, sem tapasztalata, sem semmi más egyéb jogosítványa nincs megkérdezni a jogvégzett tapasztalattal, közigazgatási tapasztalattal, polgárjogi tapasztalattal rendelkező és ebben a munkakörben dolgozó jogászoknak megkérdőjelezni a javaslatát, illetve az észrevételeit. Szerintem ezt engedjük el, mindenki látja, minden lakos látja, hogy ki miben szólít bele. Egyetlen nagyon-nagyon fontos dolgot még nem mondtam el. És pedig az, hogy nem az a probléma, hogy ebben a városvezetésben sajnálatos módon időközben, menet közben a tervekkel ellentétben, a 2019-es indulással ellentétben kialakult egy patthelyzet. Nem ez a probléma. És még csak nem is az a probléma, hogy egy képviselő hogy dönt, mert dönthet városérdekből, nem városérdekből, láthatja jónak ezt a dolgot, nem láthatja jónak. A probléma az, hogy ezt a kialakult patthelyzetet
amiben dönthetne a képviselőtestület bizonyos kérdésekben, természetesen a város érdekben, akkor sem azt döntik, hanem visszaélnek ezzel a padhelyzettel, és blokkolják a várost. Ez az a probléma, amelyet én erkölcsileg és felelősségileg felróvok annak a 6 képviselőnek, akik folyamatosan blokkolják a város haladását. Kijelenthetjük-e azt, hogy ez a kedvezőbb részletfizetési megoldás, ami elő volt terjesztve most a testület elé, hogy ez a hajó már elment? Abszolút kijelenthető, hiszen elmondtuk, hogy 29-ével, április 29-ével a 10 napos aláírási határidő letelt. Ez az aláírási határidő kötötte volna a minisztériumot is, tehát ha mi ezt most aláírjuk, a képviselőtestület engedélyében ezt aláírom, akkor a minisztériumnak saját berkén belül kellett volna elmagyarázni, hogy miért akarta volna ezt megváltoztatni. Most nincs ilyen kötelem, ezt elengedte úszni ez a 6 tartózkodással szavazó képviselő, és azt mondták, hogy az sokkal jobb lesz, hogyha dupla annyit, vagy 3-szor annyit fizetünk havonta, és azonnal elkezdjük, és már is, és mit képzelünk, hogy hitel, meg minden más egyéb. Tehát magyarul, amit már többször elmondtam, nem szeretjük a város ellen dolgozókat. A képviselőknek pozíciójukból adódóan korán sem csak a saját lelkiismeretükkel kell elszámolniuk, és emiatt nem mehetek el szó nélkül egyetlen dolog mellett, és kérdezem meg polgármester úrtól, mennyire gondolhatja komolyan képviselői esküjét az, aki egy képviselőtestületi ülésen a televízió és az internet nyilvánossága előtt kijelenti, hogy városunknak már úgyis mindegy. Én még kiegészíteném egy dologgal. Nagyon szépen megköszönöm azoknak a érdeklődését, akik ezen a rendkívüli testület ülésen a lakosság soraiból ott voltak, hiszen mind a két részről voltak, akik azt támogatták, amit a rosszabbik verzió, voltak, akik a jobb verziót támogatták, és azok voltak többen, és ezt így köszönöm is. De amikor a képviselő konkrétan a saját választóit vonja felelősségre, hogy miért beszél, majd mi itt eldöntjük, majd mi... És én ugye, ha valaki visszanézi a felvételt, figyelmeztettem a képviselőt, pont a választókkal beszél, rendre utasító módon, azokkal a választókkal, akik egyébként azt szavazták meg, hogy ő itt képviselje a választói érdekeket. Na most pontosan elmondta ez a képviselő, hogy ennek a városnak már úgyis mindegy, vagyis az elmúlt 2 évben ez a blokkoló képviselői csoport gyakorlatilag majdhogy nem tökrentette a várost, és igen-igen kemény munkája volt a hivatalnak és az önkormányzatnak abban, hogy ez ne sikerüljön. És ehhez kellenek sajnos a jogászaink, ehhez kellenek az itteni szakemberek, és most sem fogjuk hagyni, hogy az önkormányzatot kisemmizzék, hogy az önkormányzatot megpróbálják tönkretenni, és hogy utána majd visszajövve, majd mi megoldjuk. Nem, az önkormányzat pénze közpénz, abból nem szeretnénk most már egyetlen forintot sem magánosítani látni, úgyhogy mi, ahogy eddig tartottuk az önkormányzatnak a működtetését, a törvényes jogszabály utat, ezek után is ezt fogjuk tartani, és hogyha lesz egy olyan testület, amelyben nem dolgoznak a város ellen, akkor ezt mi meg is tudjuk csinálni, mert ez a város fejlődőképes, és önerőből is tud fejlődni. Ezzel a képviselőtestület ülést felvállalom.